Jó reggelt kívánok, tavaszba léptünk, ami azt jelenti, hogy ha minden igaz, beértek a gyümölcseink, illetve nem is a gyümölcseink, hanem a búza meg a rozs talán. De amúgy nem biztos egyáltalán, a rozs az beért, az biztos. A búzának még kell egy évszak, viszont ugye tavasszal rengeteg mindent el tudunk ültetni. Úgyhogy van itt nekünk egy csomó lakosunk, illetve annyira nem is csomó lakos, mindösszesen kettő, akiknek nincsen munkája jelenleg, és meg tudunk egyébként toborozni lakosokat. Úgyhogy ezt a kettő lakost, ezt berakjuk a tanyasi csűrbe, és az ő segítségükkel meg tudunk kezdeni földet művelni, és nem nekem kell kikapálni mindent is, ami nagy segítség lesz a számunkra. Még egy dologra vagyok kíváncsi, hogy a pajtába milyen... A pajtába kell raknom valakit, de szerintem így összességében meg leszünk, mert én is el tudom készíteni majd ott a magvakat. És egyébként van trágyánk, hogy megkezdjék a földművelést? Nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy állunk trágyával. Annyira nem túl pompásan szerintem. Ahogy nézem, van ugye szütyünk, hogy megkezdjük a földművelést, de a komposztálóba szerintem raktam. Eltűnt a komposztáló, vagy jelen mit van? Igen, lehet, hogy rossz helyen keresgélek. Tehát a komposztálban van 38 komposzt, és itt a pajtánál van 19 trágya, ez még mindig nagyon kevés. Lehet, hogy annyira nem gondoltuk át ezt a földművelés dolgot. Mindjárt megnézzük, hogy pontosan miket is tudnánk elültetni. De szerintem most nagyon sok mindent igen. Tehát most egy hatalmas nagy ültetés hullámot kellene csinálni, kellene ültetnünk hagymát, meg akár még káposztát is, mondjuk azt, ha jól emlékszem, akkor a következő évszakban is tudunk káposztát ültetni, meg be kellene takarítanunk itt a búzát, és menjünk be a technológia felületre, és azon belül keresünk egy olyat, a Kovács Műhely 2, és kinyitjuk a bronzkaszát, mert szerintem van még bronzom, van nálam farönk, van még nálam farönk is, tehát van még nálam bronz, aminek a segítségével tudnék bronzkaszát készíteni, és akkor gyors betakarítom a búzát, utána pedig kigondoljuk ezt a trágya problémát. Itt van 17 bronzrúd a földön, menjünk oda az üllőhöz, és akkor csinálunk egy olyat, hogy bronz eszközök, bronz kasza. Craftunk le egy, mit tudom én, 4 darabot kezdésnek. Jó, a kaszával meg vagyunk, hogy dobjuk ki itt a bronzrudakat, és menjünk és gyűjtsük be a kasza segítségével a búzát, utána pedig kellene még trágyát szerválnunk majd, azt lehet, hogy mindjárt kiguruljuk. Méghozzá úgy, hogy a csacsinál szerintem van még trágya adott esetben, és akkor a bronz kasza segítségével ezerszer gyorsabban be tudjuk gyűjteni itt a dolgokat, és talán nem is fog eltörni kaszálás közben, nem úgy, mint a kő sarló, ugye a kő sarlóból kellett vagy 2-3 eszköz, mire egy ilyen 25-ös földet le tudtunk szüretelni, és egyébként ide közben akcióba lépett a falulakunk. Itt láthatjátok, hogy elkezdett dolgozni, és közben kaptunk egy ilyen figyelmeztető jelet. Nincs tárgy trágya, igen, ez a probléma, hogy jelenleg nem rendelkeznek trágyával a pajtában a falusi csűrben dolgozók. Na most az a baj viszont így, hogy a falusi csűrben dolgoznak, hogy ezeket a földeket is be akarják trágyázni, tehát rengeteg trágyára lenne most szükség, és nekünk eléggé vészesek itt, eléggé szűkösek itt a tartalékaink, de egyébként mindjárt kirakjuk a kaszákat ide az anyagraktárba, és akkor megnézzük, hogy a csacsi mennyi trágyát termelt, hát hogyha be tud nekünk kicsit segíteni, csak tegyük ki itt a kaszákat, begyűjtöttük ugye a rost, és akkor ott van Bobby fiúnak az istállója. Bobby fiúnál szerintem talán így itt van a gané, valamennyit még tudunk szerválni. Egyébként úgyis mennünk kell városba, úgyhogy ha minden kötél szakad, akkor a városba fogunk venni trágyát. És itt van Ivona a szamár istállónál, aki egyébként nem nagyon csinál semmit jelenleg, mert takarmánnyal megtöltöttem Bobbynak az etetőjét, úgyhogy Ivonát is áthelyezzük a falusi csűrbe, tanyasi csűrbe, bocsánat. És akkor most már 3 munkásunk lesz ott, és a Gané segítségével készítsünk még trágyát, utána trágyával felruházzuk a munkásainkat, és akkor ők remélhetőleg meg tudnak kezdeni
földet művelni, úgyhogy gyorsan készítsük meg egy pár trágyát, ganéjból, illetve komposztból. Összesen van nálunk 34 darab trágya, ezt rakjuk be ide gyorsan az anyag raktárunkba, és akkor szerintem ők meg tudnak kezdeni itt dolgozni, annyival előrébb leszünk. Menjünk be a management felületre, és akkor itt kijelöljük a földjeinket, és akkor csinálunk egy olyat, hogy van egy mező 3, illetve mező 4, ugye ott van a, illetve volt a rozs, illetve a búza, és akkor a mező 1-re tudunk egy olyat csinálni, hogy kijelöljük itt a hagymát, így az egész földön, és akkor van egy hagyma termőföldünk, elfogadjuk, és a mező 2-re pedig rakunk káposztát, mit szóltok? Van egy ilyen, hogy káposzta, azzal bejelöljük ezt a mezőt, és akkor van így most már búza, rozs, káposzta, hagyma, és gyorsan meg akarom csak nézni a nálam lévő szütyőt, hogy van-e még valami, amit itt szoktam ültetni, ugye lent kéne még ültetni. Úgyhogy kellene még egy mező, majd azt mindjárt elintézzük. Egyébként a Dajonsi csűrben dolgozók fel is dolgozzák a kijelölt mezőt, ha jól emlékszem, úgyhogy ezt szerintem meg tudjuk csinálni. Csak menjünk a gyorsan a Dajonsi csűrhöz. Szükségük van zsák sarlóra, illetve kapára, úgyhogy bronzból készült kapát, mindjárt készítünk még egy párat, és akkor semmi nem állítja meg a munkásainkat, hogy besegítsenek a földművelésbe, úgyhogy készítsünk még egy pár kapát, csak vegyük fel itt a bronzrudat. Mennyit tudok elkészíteni, nézzük csak, bronz eszközök, ki kell, hogy nyissam, szerintem igen, itt van bronz kapa, megveszik a receptet, és akkor csinálom 9 kapát, ami is fogyó eszköz lesz. Miután megvagyunk a 9 darab kapával, rakjuk be gyorsan az anyag raktárba, hogy a falulakok meg tudják kezdeni a munkáikat. Itt közben láthatjátok, hogy elkezdtek trágyázni egyébként. Csak ezt a 34 trágyát azt nagyon gyorsan fel fogják használni. Itt a túloldali földeken is megpróbáltak elkezdeni trágyázni. Úgyhogy rakjuk le a kapát, és akkor még jelölünk ki földet nekik, amiket fel kellene, hogy szántsanak. 9 kapával csak meg tudják csinálni, és csináljuk úgy, hogy ide a tanyasi csűr köré rakunk még földet mindjárt. Csak meg kellene találni, hogy hol van a mezőgazdaság, és akkor csinálunk egy olyat, hogy mező. És ugyanúgy egy 5x5-öset jó lenne, ha ki tudnánk tudni jelölni. Így négy, csinálunk ide egy 5x5-öset úttal gyorsan körbevesszük. És akkor erre a földre rakunk majd lent. És van-e még valami, amit esetleg el kellene most azonnal ültetni? Még a későbbiekben majd ültetünk még répát, céklát, mákot, illetve még zabot tudunk, de ezt a földet, hogyha felkapálják majd a munkásaink, akkor ide lerakjuk a lent, és közben a szabóház 2-t kinyitottuk, ami nagyon király. Nézzük meg gyorsan, hogy halad a technológiánk. Itt vagyunk a szabóház 2-n, és akkor a következő térre sokkal jobb cuccokat össze tudunk rakni. Minden esetre most pakoljuk ki ide az anyagraktárba jelenleg nem szükséges dolgainkat, és akkor elmegyünk adót fizetni, mit szóltok. Illetve még mielőtt elmennénk adót fizetni, van nálam egy pár farönk, azokat gyorsan bekalapálom ide a házakhoz. Illetve lehet, hogy... Ja, már csak kő kell, bocsánat, igen, az előző napon az összes fát letudtuk, akkor még követ kell majd szerezni, akkor ezeket a farönköket berakom ide az anyagraktárba, és akkor az ott hat csinálja a dolgát, majd követ kellene még szerezni. És menjünk el, fizessük ki az adót. Úgyhogy Bobby fiút ide hívjuk magunkhoz. Bobbynál van még 280 bot, azt is gyors bedobom az anyag raktárba, és akkor utána elmegyünk piasztójába, kifizetjük az adót. Elég sok ezüst van nálam. Egyébként kajával hogy állunk már? Bocsánat, hogy így csapongok, csak nem tudom, hogy kajával mennyire állunk jól. Ja, van egy csomó mindenünk. Van itt alma, cseresznye, hús, kenyér, sült hús. Jó van, szerintem kajával elveszünk egy darabig. És ahogy nézem, végeztek a trágyákkal a lakosok, mert itt felmerült egy ilyen probléma, hogy... Ja, nem is, nem merült fel semmilyen probléma. Na jól van, szálljunk fel Bobby fiúra, és akkor irány, hova is megyünk, Piasztovia. Menjünk adót fizetni, meg lehet, hogy betaborzunk egyébként egy-két új lakos, mert hogyha megnézzük a házainkat, most ugye 16 házam van, abban nem épült fel ugyan mindegyik, de van 4 darab, ami viszont igen, úgyhogy tudunk még 4x2 falulakót betaborozni, tehát 8 lakossal még tudjuk bővíteni a falunkat, hogyha a dinasztia hírnevünk is engedi. Mindenesetre most menjünk el adót fizetni, és akkor utána maradék ezüstből veszünk trágyát, és
szerzünk követ, felépítjük a házakat, aztán rá kellene kanyarodni erre az állattenyésztésre, hogy legyen trágyánk. Úgyhogy egy disznómulat mindenféleképpen be kellene űzni következőkben, és akkor remélhetőleg a földműveléseket el tudjuk kezdeni automatizálni. Megérkeztünk Piastovjába, itt Svir közül felajánlom talán küldetést. Ezt lehet, hogy mindjárt megnézzük. Most első körön mirogodnál fizessük be az adónkat. Tessék, itt van az ezüst. És akkor végrehajtottuk az adófizetést, nézzük meg, hogy mennyi ezüst maradt nálunk. 1300 ezüstöm van még, az pedig akkor jó lenne, hogyha trágyára fel tudnánk használni. Most megtaláltuk a trágyát, szerintem veszek egy 100 darabot, mit szóltok? 450 ezüstér, és akkor még mozogni is tudok, úgyhogy így a trágyával már biztosan rendben vagyunk, és akkor nézzük meg ezt a küldetést, hogy mi az, amiben esetleg be kell itt segítenünk, ugye több küldés van, itt egy Dervanunk egyszer. Nézzük meg Dervant, illetve ott volt egy másik emberke, majd mindjárt megnézzük, hogy milyen küldik vannak. Dervan úr, mi a helyzet? Piasztójában szükséged van egy kis segítségre? Örülök, hogy megkérdezted, ugyanis valóban jól jönne, őszintén mostanában még levegőt venni sincs időm. Az utonállók és a környékbeli falvakból érkező erőforrások hiánya a városban is észlelhetik hatásukat. Szóval Dervannak érkezett valamilyen segítője, aki eléggé kétbalkezesként viselkedett, és most Dervan megkért minket, hogy beszéljünk majd ezzel a segítővel, mert valamilyen megbízatást elég rosszul teljesített. Piastovia mellett található egyébként ez az ember a szélmalomnál, viszont nézzük meg Svir barátunkat, hogy milyen helyzet. Azt mondja Svir, hogy a mocsárba egy ősi gonosz készül felemelkedni. Most nem tudom, ez a mocsárbeli emberke egyébként, de figyelmeztessem Piastovia népét. Mit mondjak nekik pontosan? Jó, hát akkor Piastoviát figyelmeztetjük majd, hogy közeleg a világ vége a mocsár felől, majd egyszer, viszont mi most vagyunk, és akkor a falunkat rendezzük továbbra is. Ugye van egy rengeteg építeni valónk, egyébként van itt egy bányász, ahogy nézem, mennyire árulja a követ vajon, mert annyira nincs kedvem most itt követ bányászni. Van itt 41 darab kő, viszont nekem a férőjem az elég gatya, de szerintem ezt a 41 követ megvesszük. Mindössze 24 érméért tudunk venni 41 követ, ami tök jó biznisz, és egyébként a mozgékonyságunkat is megőriztük szerintem elég jól, úgyhogy menjünk vissza a falunkhoz, és akkor kezdjünk el dolgozni. Első körön a trágyát be kellene dobni a raktárba, hogy tudják folytatni a földművelést a lakosok. A lakosok, hogyha betrágyáznak egy földet egyébként, akkor évszakváltástán sem veszik el a trágyázás. Tehát, hogyha így beáll a trágyának a rendje, közben eszembe jutott valami, tehát hogyha beáll így a trágyának a rendje, akkor annyira nagy probléma nem lesz. És közben eszembe jutott, hogy Piastovia túloldalán van az ilyen toborzó tábor, amit meg kellene nézni, mert ugyanis mivel ugyebár van egy csomó üres házunk, és jól jönnek az új lakosok, hát egy disznóalat össze tudnánk rittyenteni, egyébként megvan hozzá megfelelő technológia, mindjárt megnézem itt a földművelésnél, itt is van disznóalat, na azt jó lenne, hogy el tudnánk kezdeni, ezzel megoldanánk a trágya problémát remélhetőleg. Úgyhogy fussunk át ide a túloldalra, és próbáljunk meg még lakost szerezni. Nos, itt vagyunk a táborba, és van három lakos is, akiket szerintem akár be is tudnék toborozni. Földművelésben kettes, illetve hármas képességeik vannak, úgyhogy lecsapunk rájuk. Három emberrel növeljük a falunknak a népességét, és akkor gyorsan helyezzük el ezeket az embereket az új házaikba. Azt mondja, hogy egyszer, Rudolf kétszer, illetve van egy újdonsült lánykánk, őket pedig belövik az egyik férfi mellé, és akkor csinálunk egy olyat, hogy Rudolfot odarakjuk a tanyasi csűrhöz, így most már négyen lesznek, és Budzislávot pedig egyenlően berakjuk a pajtához, aztán majd ott mókolunk vele, illetve ezt a lánykát is bedobjuk a pajtához, és akkor így ideiglenesen van a munkahelyük. Még azt kellene megnézni, hogy a pajtánál tudunk-e valami melót adni, és szerintem tudunk, mert születeltünk rost, úgyhogy menjünk be a pajtához. Árutermelés, és van egy olyan felületünk, hogy rost szemet tudunk kitermeltetni, úgyhogy ezt is fogjuk csinálni. Kezdjenek el rost szemeket termelni számunkra. 7,9 rost szemet tudnak kitermelni egy nap, így most már nagyon királyul el leszünk, és akkor mi meg vágtunk vissza a falunkba építkezni, illetve trágyát rendezni. Úgyhogy ha nem történik semmi extrém, nem nagyon hiszem, hogy történne,
ezen a kicsi távolságon, a falunkban találkozunk. Visszaértünk a falunkba, akkor az első utunk az az anyagraktárba fog vezetni, és akkor bedobjuk oda a 100 darab trágyánkat. Úgyhogy menjünk is oda gyorsan, és közben ti nem kezditek el művelni ezeket a földeket? Lehet, hogy ki kell jelölnem, hogy ide lent csináljanak, és akkor elkezdenek az ötös mezővel is foglalkozni, mert ugye ezt csak kijelöltem, és most látom szomorúan, hogy nem nagyon foglalkoznak vele, úgyhogy berakjuk ide, hogy lent termeljetek ki. Elfogadás, igen, és akkor szerintem nem tudom, gondolom, hogy elkezdik ezt csinálni remélhetőleg. Mindenesetre dobjuk be a trágyát ide a az anyagraktárba. Egyébként mennyi az idő? 15 óra 39, még talán elkezdik, remélhetőleg, bízom benne. Úgyhogy itt van a ládikánk, és akkor 100 darab trágya megy a ládába. Van nem 40 darab kő, nézzük meg a kövekkel, hogy állunk, és szerintem itt növekedett a köveknek a száma, mint hogyha 22 vagy 20 pár lett volna, mielőtt eljöttem. Úgyhogy... illetve a rönkök is növekednek, amit nagyon jó látni. Vegyünk innen egy 20 darab követ, és akkor így van nám 62, ezt még gyorsan bekalapálom a házikókba. Úgyhogy kezdjünk el kalapálni gyorsan, vegyük elő a kalapácsunkat, és akkor ezt a pár követ pikkok beütjük. És egy, így most már 5 vagy 6 új házunk lesz. Egyébként ez a 60 kő az nem valami nagy mennyiség. Szerintem egy új házra elegendő mennyiség lesz így, ahogy nézem. Vészesen fogy ez a elenyésző kő mennyiség sajnos. Itt megcsináljuk a tető elemet, és akkor ezzel megvan az 5. új házunk. És akkor megyünk tovább, és igen, akkor annyi hibát követtünk el, hogy nem jelöltük ki, hogy kezdjék el a lent előkészíteni, és most, hogy ezt beállítottam, így most már elkezdtek dolgozni ezen is. És mivel megvan a 100 trágya, láthatjátok, hogy elkezdték a trágyának a dolgait is intézni, úgyhogy most már ki vagyok segítve, azért nem kell nekem foglalkozni annyira a földműveléssel, ami tök jó, úgyhogy tudunk még jobban fejlődni. Úgyhogy kalapáljunk még követ. Lehet, hogy elmegyünk mindjárt bányászni, hogy legyenek még szerszámaink. Csináljunk egy, illetve nem is kell csinálni, mert van bronz csákányom, ugye előveszik a bronz csákányt, és akkor menjünk be a bányánkba, szerezzünk még követ, mit szóltok. Illetve különböző nemes fémeket. Nincs bronz csákányom, tökre úgy emlékeztem. Bronz kapa, bronz kalapács, akkor mindegy. Kiveszünk egy darab farönköt, szerintem farönk fog kelleni a csákány elkészítéséhez, és akkor csináljunk egy bronz csákány gyorsan, aztán pedig átmegyünk a bányánkba. Közben találtam még 85 követ a földön, úgyhogy gyorsan menjünk is, készítsük el azokat is. Illetve nem volt itt bronz... ja nem, felhasználtam a kaszához a bronzot, akkor vegyünk ki 2 bronz rudat, és akkor csináljunk egy csákányt, azt mondja, hogy bronz eszközök. Kinyitottam egyáltalán, itt van bronz csákány, egy darabot csinálunk ebből, és utána ezt a 80 pár követ gyors bekalapáljuk, aztán pedig megyünk be a bányába, és próbálunk még követ szerezni. Nem tudom, hogy fogunk állni az idővel. A mai napon még jó lenne, hogyha a disznólat fel tudnánk húzni, és el tudnánk kezdeni a malacoknak a tenyésztését. És itt kimaradt egy rönk, pedig tökre boldog voltam, hogy a rönkökkel meg vagyok, sajnos. Szerintem ez az egy elem itt az új házaknál, ami faügyileg kimaradt sajnos. Ezeket gyors kalapak végig. Ezzel a házzal meg vagyunk, közben kinyitottam a libaolat, úgyhogy majd libákat is fogunk tartani. Hogyha jól emlékszem, libát jobban éri meg tartani, mint tyúkot, mert ugyanúgy tojást kapunk mind a kettőtől, de a libák, mint hogyha jobban termelnék a tojást. És szerezünk még egy farönköt gyorsan. Rossz helyen vagyok. Ezzel be tudjuk fejezni a 6. új házunkat. Itt van farönk, egy darab. És még van ám egy pár kő. Kész a 6. új ház. Felhasználtam azt a 85 követ, amit találtam, úgyhogy megyünk be a bányába, szerintem a mai napon ezzel az új házsorral végezni fogunk, és akkor itt most ugye háttal vannak ezek a házak, de itt ezen a kimaradt placokon majd ilyen árus bódék lesznek, úgyhogy szerintem elég jól fog kinézni, és arra gondoltam egyébként, hogy itt a pékségtől balra van egy nyílt plac itt a vízparton, ide pedig rakunk majd egy kocsmát, és akkor így tök jól fog kinézni szerintem ez a város központ. Aztán majd látjuk, hogy ez hogy fog alakulni, még elég sok napunk van hátra. Ez még nem mostanában lesz. Majd megnézzük, hogy mennyire lesz jó. Közben gyorsan ránézzünk, hogy
hogy állunk itt a kapálással. Még egy kockát kellett volna kikapálni, és akkor létrejött van az a föld is, nem mindegy. Irány a bánya, nézzük csak meg a csákány gyorsan. Itt van a csákány nálam, úgyhogy megyünk be a bányába, és akkor kezdjünk el bányászni, szerezzünk minél több követ. Itt vagyunk a bányába, gyorsan akkor minél több ont, illetve rezet összeszedünk, és akkor megnézzük, hogy mennyi követ sikerült kibányászni a végén, illetve mennyi bronzt tudunk majd elkészíteni. Érdemes most már beforgatni ezeket az érceket a bronz szerszámokban, annyival is előrébb vannak mind a falulakói, mint pedig én, úgyhogy bányászassa fel, gyors végpörgetjük a bányászás, utána visszatérek kalapálni. Készüljünk a bányászásra, rengeteg követ, rezet, ont, illetve sót szedtünk össze, úgyhogy visszavánszorgunk a városba, és akkor gyors bekalapáljuk ezeket a dolgokat. Készüljünk a házakkal, amit még meg kellene csinálni, az a disznó lenne, úgyhogy megpróbálom lejelzni a tervrajzát, aztán megnézzük, hogy mennyi minden kell hozzá. A disznó alatt pedig itt a szamáristáló környékén tervezzük majd elhelyezni. Egyébként lehet, hogy itt távolabb fogom azt elhelyezni, mert csinálhatnánk egy olyat, hogy itt van a szamáristáló, illetve lerakok egy lóistállót, lekerítem, és akkor nekik lenne egy ilyen nagyobb ilyen szaladgálós rész idézőjelbe, és akkor a haszonállatok meg mondjuk arrébb lennének. Kérdés, hogy melyik irányba. Egyébként lehet, hogy itt a haszonállatokat ide rakom a raktárak mellé. Csináljunk egy ilyet, mit szóltok ez? Mondjuk ide rakom a disznó ollat. Disznó volt erre az oldalra fogom rakni, és csinálunk egy ilyet, hogy disznó oll, és akkor itt a raktárak mellett sorba fognak jönni majd a haszon állatok. Ezzel a résszel fogunk kezdeni, és akkor a építsük fel gyorsan, nézzük meg, hogy mi kell hozzá, szerintem ezt gyors még ezen a napon fel tudom húzni, és akkor a következő napon el kellene menni, hoppá, kelleni fog hatrünk, el kellene menni a disznókért, amiket egyébként szerintem most nem tudnék megvenni, mert csak 853 ezüstöm van, de majd legkésőbb a következő évszaknál szerintem ezt meg tudjuk oldani. Minden esetre vegyünk magunkhoz egy ilyen jó, nem tudom, 30 rönköt, meg vegyünk magunkhoz egy 100 botot, és száma pedig van nem 50 darab, remélhetőleg így elegendő mennyiségű nyersanyagunk lesz, hogy felépítsük itt a disznólat. Lehet, hogy deszka fog kelleni a tetőhöz, mindjárt megnézzük, hogy hogy állunk. Bot, illetve rönk kell a falakhoz, az már pozitív. Készüljünk a disznó olla, már csak a munkások kellenek, illetve a disznók, hogy megkezdjük itt majd a rágyának, az üzem rágyának a kitermelését, ugye majd még takarmányt kell, hogy csináljunk, hogy legyen mit enni a disznó komáknak. Minden esetre ezen a napon megcsináltunk minden olyan dolgot, amit meg akartam csinálni, hogy nagyjából a mezőgazdaságunkat beindítottuk, csináltunk disznólat, kifizettük az adót, úgyhogy a következő napon találkozunk, jó éjszakát kívánok! Köszönöm a megtekintést, sziasztok!